Rendkívüli alkalomra gyülekeztek a gyermekek és szüleik a mentőállomáson. A Mikulás érkezését várták, aki kisvártatva mentőautóval jött a résztvevők legnagyobb örömére. Persze nem betegség vagy baleset miatt utazott-e különleges járművel, csupán az állomás dolgozói ötletének köszönhetően érkezett így a gyerekekhez. Természetesen ajándékait is magával hozta. Hullá, fejhes, fehér hó, jöjj el, kedves télapó! Minden gyerek várva ránk, vidám ének hangja szám. Van zsákodban minden jó, piros almám nagyon jó. Jöjj el hozzánk a munkát, kedves öreg télapó! Szervusztok, gyerekek! Remélem mindenki jó volt az idén. Nagyon helyes! Szeretnétek megnézni a mentőautót? Gyertek velem! Különleges rendezvényre invitáltatok ide a bábolnai lakosokat, és elsősorban a kisgyermekeket így Mikulás tájékán. Így igaz. Én azt gondolom, hogy ennek tényleg közösségépítő hatása van. Felnőttek, gyerekek meglátogatnak bennünket, találkoznak a kéklámpás mentő Mikulással, aki némi édességgel és ajándékkal kedveskedik minden gyereknek, aki szóba áll vele. Úgyhogy ez volt a cél. Nagyon nagy örömmel konstatálom, hogy ennyien vannak itt a mentőállomáson, itt a mentőkutyánk is, társszervek a rendőrség képviseletében, úgyhogy most nagyon boldog a lelkem. Azt már megszokhattuk, hogy nyílt napokat szerveztek, de tulajdonképpen majd, hogy nem ez is az, de a Mikulás a fő szereplő, illetve a gyerekek. Miért gondoltátok, hogy most vendégül látjátok a gyerekeket? Ugye beléptünk az adventbe, és ahogy közeledik a karácsony, az emberek szíve egyre jobban napról napra megtelik szeretettel, nyitottsággal, elfogadóbbak vagyunk, és azt hiszem, hogy ennek apropója folytán fontos volt számunkra, hogy gyerekeket, még kisebb gyerekeket is vendégül lássunk, mert a nyitott kapunk rendezvényünkön, ami a mentők születésnapján, ott nagyobb gyerekek látogatnak elsősorban, itt pedig a picikhez, kicsikhez tudtunk szólni, illetve fordulni, meghívni őket vendégségbe, a szülőket egy pohár teára és egy kis ajándékoztásra. Igen, milyen ajándékokkal vártátok a gyerekeket? A gyerekeket játékokkal vártuk, és szaloncukorral, a szülőket pedig, ahogy említettem, egy kis teával. Úgyhogy nagyon örülök, hogy tele az udvar ennyi érdeklődővel, nyitottak, kedvesek. Ha végignéztek az arcokon, látjátok, hogy szinte mindenki mosolyog, mert ez olyan szívmelengető. Hogy telik az év vége számotokra itt a bábolnai mentőállomáson? Hát sok-sok feladattal. Közeledik a karácsony, ez egy kicsit mindig megterhelő a mentők számára. Mind érzelmileg vannak nehezebb esetek. A gyerekeknek most ugye azért különös számunkra, mert mi általában a gyerekekkel akkor találkozunk, a picikkel, meg a kicsikkel, amikor fulladnak, amikor baleset éri őket, esetleg lázgörcsösek, és most itt teljesen önfeledten tudnak szaladgálni az udvarunkon, ez azt gondolom, hogy nagy öröm mindenkinek.